tematikus szülőtámogató csoportokat indít a Családbarát Magyarország Központ által működtetett Gyermekút Módszertani Központ. Kereki Judittal, a központ igazgatójával beszélgetünk. A Gyermekút Módszertani Központ olyan szülőcsoportok indítását kezdeményezte, amelyek a hétköznapok kihívásaiban, nevelés kihívásaiban segítenek a szülőknek, illetve család, mint rendszer, vagy a párkapcsolatnak a kialakítása és a párkapcsolat utáni gyermekvállalás, illetve a gyermekvállalás nehézségeivel járó, vagy az ehhez kapcsolódó kérdések feldolgozásával járó tanácsadás, információ átadás célozzuk meg, valamint azok a szülők, akik nem csak a családalapításra készülnek, vagy a gyermekvállalásra készülnek, hanem akiknek már vannak kisgyermekeik, ők kerülnek a mindennapokban olyan kihívások elé, amelyekben támogatásra szorulnak, akár a gyermek fejlődésével kapcsolatos kérdéseket fel tudják tenni, akár azoknak a nevelési helyzeteknek a megoldásában tudnak segítséget kapni, amelyek a gyermek bizonyos életkorában, vagy bizonyos természetes krízisek esetén előfordulnak, és a szülőnek megoldandó problémát okoznak. Itt nem csak azok a hétköznapi nevelési helyzetek jelenthetnek kihívást, mint mondjuk egy dackorszak, vagy az úgynevezett hiszti jelensége, hanem akár olyan helyzetek is, amikor bölcsődébe vagy óvodába megy a gyermek, vagy a szülő, illetve az anya munkába áll, vagy esetleg egy családtagnak a halála esetén is ez egy feldolgozási folyamat, amit a szülőnek is segítséget nyújthatnak ezek a szülőcsoportok ebben, illetve abban, hogy a saját gyermekének tudjon segíteni ennek a feldolgozásában. Itt a szülőcsoportok nem csak a ismeret átadás kapcsán jelentenek támogatást, hanem olyan érzelmi támogatást is kapnak az itt résztvevők, amelyek kapcsán a szerteágazó szülői szerepükben megerősítést kapnak, belső erőforrásaikat tudatosítjuk, illetve mozgósítjuk azokat. Az a szülőcsoport, amelyik részt vesz egy ilyen folyamatban, egymást is erősíti, odafigyelnek egymásra, megkapják a többiektől a támogatást, a visszajelzéseket, a szülők megismerkednek másfajta gondolkodással, megközelítéssel is, ami szintén segít nekik abban, hogy saját problémáikat más fókuszból lássák. Ezek a szülőcsoportok 5 alkalmasak, 2 hetente kerülnek megrendezésre, egy alkalom 4x45 perces. Általában minden szülőnek, illetve olyan családtagnak hirdetjük meg, akik a gyermek nevelésében részt vesznek, tehát van, amikor nagymamák is megjelennek, vagy nagypapák ezeken a szülőcsoportokon. Szeretjük, hogyha a szülők együtt jönnek, tehát az anyák és apák együtt jönnek, mert akkor tud hatékonyabb lenni ez a közös együttlét a többiekkel. A csoportokat kiképzett szakembereink, tehát nagy tapasztalattal rendelkező szakembereink, trénereink tartják. 10-12 fő vesz részt ezeken a csoportokon. Tehát a képzés célja tulajdonképpen vagy többek között a szülői szerepek megerősítése. De ez vajon a gyakorlatban hogyan történik? Egyéni konzultációkkal vagy csoportmunkára is lehetőség? Ezek 10-12 fősek, és itt elsősorban a csoport működésére helyezzük a hangsúlyt, tehát hogy hogyan tud a csoportban támogatást kapni a szülő. Egyéni terápiával mi nem foglalkozunk. Tehát ezek a csoportok a csoportélményen keresztül erősítik a szülői kompetenciákat, hogy adnak energiaforrást a szülőknek a szerepük betöltésére, vagy tudatosítja a belső energiaforrásukat. A szülőcsoportjainkat tematizáljuk is olyan szempontból, hogy vannak olyan igények, akár tehát egy szülős csoportokat is indítsunk, illetve olyan csoportokat, ahol eltérő megkésett fejlődésű gyermek van a családban, és ha felmerül egy ilyen igény, akkor erre külön vannak tematikáink. Bárhol az országban indítunk csoportokat, ahol igény merül fel, elsősorban intézményeken keresztül szervezzük a szülőcsoportjainkat, illetve Budapesten a Tűzér utca 33-35 alatt tartjuk a Családbarát Magyarország Központ székhelyén a csoportjainkat. Amennyiben
jelentkezni szeretne bárki erre, ezekre a szülőcsoportokra, akkor a szülőcsoportokuk az gyermekút.hu-n teheti meg a név és telefonszám megadásával, illetve a 7513-0904-es telefonszámon. Kereki Judittal, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatójával beszélgettünk.